fettez be, és az hülyeség. Nincs a szerver neve? DCS UNAF. Ja. Megint menőzni fogok, fölrakok színes rakétákat célt megjelölni. Sose lőttem még olyat, kíváncsi leszek. És akkor TGP-t nem teszünk fel, mert Brick mehet fel. TGP-t szerintem nem is tudnál amúgy. Nem is tudsz. Nincs elvileg az de elmondják a... Bodoknál nem tudod kiválasztani. A sztori szerint most települtünk át ide, és megérkezett a felszerelés egy része, de egyből bevetésre kell mennünk, és a targeting pod nem érkezik majd. De 2 perc múlva, hogyha már bennülsz, lesz rádióüzenet, és elmondja a szitut. Nyitjuk is. Nem, briefinget várjuk meg. Addig mindenki szerelgetheti a fegyvereket, amit tetszik. Nem látom a szervert. Bennünk már 5-en, úgyhogy refresh-elj rá szerintem. Akkor a flyer-ra még ne nyomjak rá, vagy most mi a mondás? Ja de, de ülj be a gépbe. Request rearming. Copy. Ilyen alapláma kérdések, melyik gombbal kell rearmolni? Én most repülök kb. Harmadszor, tehát így egy kis türelmet kérek majd hozzá. Nyitottam újra a játékot, mert elment. Rearming complete. A bal altára fel kéne jönni valaminek? Kurvára nem jön fel semmi. Akkor ő ground crew rearm. This is Bostock Tower. Stand by for priority traffic from your CO. Köszik el. Hot flight. This is High Roller 6. As your CO, I'd like to welcome you to Mazdak Air Base. During your tour of duty here, you will be expected to fly and fight in a professional manner in a rapidly changing combat environment. Follow orders from your superiors and conduct yourselves like officers at all times, on or off duty. If you do your job well, at the end of your tour, you will leave here with a promotion and possibly a few combat medals. If you screw up, you'll quickly find your sorry asses flying drones over Afghanistan from some air-conditioned trader in Las Vegas. Donnie, mit mondtál? Flareboltnál? Flareboltnál egy 2-10-et. Including the targeting pods, didn't make it, and are probably on some C-130 heading to... who knows where. Pull up! We'll get that sorted out, but for now... Altitude. Make do with what you've got, which is plenty of Mavericks, rockets, cluster, and dumb bombs. Csapot lehúzom a faszba. Ő nem, elfér az a 60, amit ugye tudsz csinálni. Movement was spotted last night in several places near that position. We suspect that some sort of attack may be imminent. We need to keep that outpost manned and functional as an early warning of attacks from. When you get close, you'll be contacted by Charlie 6. He'll brief you on their current situation. Protect those men. Jó sok gép van a reptéren, nagyon menő. High Roller 6, out. Mennyi tüzet visztek? Kicsodát? Tüzemanyagot, mennyi visztek? Nekem 85 van a magterhelyzetőség, úgyhogy annyit fért fel, annyit itt van. Briefing volt? Hallotta valaki? Mert nem értem meg. Jó, hallottam. Igen, de csak annyit hallott, hogy mehetünk dolgát, mert legáz volt, hanem mennünk. Igen, az outpost, ha odaérünk, akkor generálja az ellenfeleket, az meg innen tökéletes 090 keletre van.
Szóljatok, ha mindenki felszerelt, és akkor indítsunk. Én kész vagyok. Ja, melegednek a motorok. Igazából indíthatunk akkor. Senki nem ellenkezik. De majd elfogy a benyolc a minó. Szóval a nyugati végéből fogunk felszállni a reptérre. Akkor indítunk? Igen, indítás. Rajtam CBU 9 hetek vannak, meg Maverickek. Az jó? Az elég jó szerintem amúgy. Amúgy ezzel én nem sokat változtattam, csak a flare húztam feljebb. Én lesz arra, jó az alap, nem? Persze. Nem véletlen vagy így lódolva. Ez elég jó a tank sorhoz, ami lesz. Új rekord. Új nőnek volt. Mazda, Hog 3-1, request taxi to runway. Megállapítottam, hogy az A10-ának se indulnak egyszerre a hajtóművei. Tehát a runway nyugati végén lehet sorakozni. Én is ready vagyok, de fingom. És hogy hanyadik? Igen, csak egytől indul a számadás, szerintem az ásoknak is, meg a célseknek is. Hát azt tisztázzuk már le, hogy akkor ki milyen hívójellel vagy, hogy használjuk, csak hogy tudjuk. Beválasztom magam egyesnek. Akkor leszek én a kettő. Megkövessük inkább ezt, ahogy kiírja. Tehát ahogy beültünk, úgy írja ki, hogy fog 2-1, 5-1, mindenki tudja, hogy melyik-melyik van. Speciál én voltam a kettes, Dani volt meg azt hiszem az egyes. Nekem tök mindegy, csak így meg tudjuk éjjelzni, mert ki is írja, hogyha valakinek popáznak. Nyelvileg az ötös vagyok. Na, Hog 4. Én vagyok a Valtok 3, szerintem. Na jó, egyes rolling. Hú, de elnyomtam. Ó, jó ez a Chinook Ranch itt. Oké, akkor én leszek Thunder 1, az jó lesz. Oké, 4-es gurul, betonra, beton felé. Ja, gurulgatunk szépen, mert... Nagyon jó, az F5-öt sikerült letiltanom, azt akartam. Az a legnagyobb beépített csalás szerintem a játékban a label után. Pontosan így van. Olyan szerelően nem is repülök, ahol van. De cserébe. De F5 az most egy...
Az, amikor oda néz közvetlenül a enemire. A dogfight-ban nagyon nagy csalás. Ja. Kurva jól megcsinálták a díszletét itt a cuccoknak. A négyen már felsorakoztunk, egy ötödiket is látok. Mi van zónában? Két gép, ha jól láttam. Ja, nekem nem lesz két perc, hogy mindenki az RC. Hold 3-1, hold position. Most tekerjük a ATC frekvenciára. Így megnézve, hogy az A10-esek sorakoznak a pálya előtt, ez úgy néz ki, mint egy kiadós szájon baszás előszele. Hát figyelj, heten megyünk a 6-fős misszión, valami kárt csak okozunk be. Kívülről egyébként nem sok különbséget látok a C meg az A10-et. Kívülről gyakorlatilag semmi különbség nincsen közöttük. Hát az A-nak nincsen ilyen, hú, hogy mondják ezt? Nincsenek a szárnyán ilyen lámpák. Zoli, te vagy a legelső gép, amúgy? Bátor vagy, hogy leszetted a Sidewinder-t, lesz helikopter, ami lő rád. Ja, azt vágom, az jó amúgy. Igen, de gurul már, igen. Attól már felsorakozhatsz a remvére, nem hiszem, hogy nem foglalunk itt bármit. Olyan, mint egy MacDrive. Ja, tiszta MacDrive. Annyi, annyi. Igen, igen. A hét fős formáció felszállás, nem, bár nem fogjuk összetörni, már boldog leszek. De megállt. Te mehetünk szerintem előrébb is. Mert innen ja. A... Ja, megyek előrébb, láttam, beálltam ide a sarokba faszán. A hülye gyerek. Ennél hosszabb pályán nincs a Bécsében. Lesz egy-két jó felvétel amúgy így menők. Hogy így heten felsorakozunk innen. Mi vagyunk a gonoszok. Na és akkor innen felszállás után enyhe jobbossal 090-ba kéne menni majd a barátságos outpost felé, és ott fognak feladatot adni. Barátságos outpost az MP94-ben van, de látszik a térképen, mert rendes voltam, és az Allies-ot látszódnak. Ez Balú, a 090-0 mit akar? Keleti irány. Balú, ti még csorogjátok kicsit följebb. Második sor csorogjon följebb. Megyünk. Balicsőbe álltatok meg, mert innen nem látom. Ja. Hold 5-1, hold position. Hold 5-1,
egész jól beálltunk. Egy volt hiányzik, nem tudom kiért, de mondom. Group ID-t állítottatok? Nem, az C-be kell csak. Mit csináljak? C-be kell csak, de A-ba jössz. Hát itt C-be állítunk group ID-t, vagy nem? Ja, én A-ba jövök, bocs. Na most szóljon, aki szerintem kezdhetünk felszállni, akkor nyomok egy féket. A group ID-t még dumáljuk már meg. Jó, dumáljuk. Akkor group ID... Group ID mi legyen? 08. És akkor én vagyok mondjuk a 03-as own ID. Én a 04. Én 02. És Spion. Zoli egyébként beszámolj be, amit te vagy legedem. Öt másodpercet streambe indulunk, ugye? Rátok bízni. Nem akarok senkit összetörni, mikor te elindulni. Így van. Tehát amikor előtted ilyen már indultak. Mindenki. Tehát 5 másodpercről... Balulék mehetnek. Oké, nem tudom, hogy itt a vezér mit csinál, én megyek. Oké, hármas sorban én vagyok a jobb első, úgyhogy fék. Full, mehet. Még a bal oldali, hát én is elindulok akkor. Gyere, figyelek, hát. Geared up. Irány 090. Már van. Na, 4 árban. Én vagyok, Zoli. Vettem. Nulla 9-0-0 volt az irány. 0-9-0-6. Pont kelet. De most itt nem erre mentek. Nem, mert megyünk egy kört, hogy mindenki felszálljon. De ugye a második sorban mehet egyenesen bejön, mert ne menjetek, ne nyomjátok ki tökig gázzal. Már mindegy, már mindenki hozzátok zárkózik. Miért én tovább mentem egyenesen? Egy futó kint maradt. Na jó, megyek egy kört, mert kurva messze vagytok. Én meg itt megyek elől. Na most már irányba állunk mi is. Látunk pont előttünk, ja. Ú, jó ez a modell enlargement, csak majdnem csalás. Legközelebb azért a small elég lesz. Kikapcsoltam a picsába, mert a civil traffic is olyan lett tőle, hogy ilyen nagy fasz.
Ugye nem akarsz valami hirtelen mozdulatokat tenni. Sebitek? 2-10. Van lépcső? Igen, én is ezt akartam mondani. Egyébként sem szeretem a formációt, stresszesebb, mint ülni valamire. Egyszer. Karnyújtásnyira. Másfél perc az autóztig. Mondták, milyen magasságon kell repülni? Nem, de mi 4007-en, hát 4005-en vagyunk el. Ja, itt vagyok mögöttetek. Ja, egész szép kis csomagba repülünk itt, azt nézve. Mindenki világít, mint a karácsonyfa, de még nincs harcjai. Nem, én most érkezem még csak. Én vagyok. Kenki. Az Bolón. Flight, this is Charlie 6, contact east, multiple vehicles, 28 clicks out along the road. There are no friendlies in that area. Identify and engage any hostiles, over. Aha, látja mindenki, ugye? De hogyha nem mondom az irányokat. Kb. 1-0-0. Lát is álltam arra. Ja igen, egyszer már közel repültünk hozzájuk, van izé infrás rakétájuk, kurva veszélyesek. Ja, igen. Combat lights off. A jelen számít valamit? Nem. De szimulátort játszunk. Láttok már a pontokat? 1-0-0. Arra megyek, de nem. Az úton van a két út vezet, a jobb oldalinak a végén. Ilyen kap. Én kapcsoltam egy tévét, látszanak is rajta. De egész pontosan az úton jön egy konvoj, meg tőlük, minthogyha mi ez, délre, tehát jobbra lenne még egy baloldali jön az úton, igen. Hát modell engine nélkül semmi nem látszik még az úton. Forzanak, te azt látod, hogy forzik ott messze? Hát kikapcsolni ki lehet érted szerintem, nem? Hú, a port én is látom, így megvan. Szóval okosan, mert vannak... és az az, hogy Maverick-kel, hogy fogjuk belül kimazsolázni a légvédelmet, azt nem tudom, inkább csak meg kéne lőni, hogy álljanak meg, nem? Lehet, hogy azt kellene, hogy nem négyen neki rontani és ugyanarra célra elszórni az összes Maverick-et, hanem kitalálni, hogy hogyan oldjuk meg, hogy külön célokra indítgassunk. Én már a legelsőre tudok is indítani. Próbáljuk meg megállítani őket, én erről két Maverick-et. Hogy nem biztos, hogy megállnak? Megfognak szerintem. Ez esetben rifle. Lehet, hogy éjszakon kéne betámadni őket. Warning, konvoj végét meg kilövöm én. Rifle. Kiforduló. Ti, hogy eljöttél alattam, az menő volt. Én a jobb oldalira is lövök. Figyelj, megy a
Hát ha megmered közelíteni, jó, én jobbra szélesítek. Jó, ja, arra vigyázzunk. Indított. Már lőv, indítás, flare. Nem tudom, kire lőtték, nem rám, de remélem meg vissza. Valaki esik be az égre. Bassza. Hát szóval én addig oda nem megyek, amíg az összes memrikemet el nem lőm. Valaki látta, hogy az oszlop melyik részéből indítottak? Nem. És most még egy régi rakéta, fel, kettő! Ne menjetek olyan közel. Hú, az meg. Nagy robbanások vannak. Dani, élsz meg? A. Én nem megyek közel. Távolról, megyek én is második kört. Kit szedtek le? Engem az ötöst. Kovát ülni. Nem baj, szálljatok fel újra, ezek itt maradnak. Megyek vissza, azt ráfordul. Rakéták a tévével kell, amíg lehet. Vannak. Amúgy nem tudom, hogy itt hányan vagytok noobok, mint én, mert esetleg aki látja a célt, az megérülhetné egy füsttel vagy bármilyen. Rakéták megvannak a légvédelem. Megint indítás, figyeljen valaki. Bazd meg, engem kapottál. Indítottam a légvédelmekre a Mavericket, két rifle. Rearming complete. Én is az egyikre. Olja! A rakétát megúsztam. Szar, átestem. Csába. Ó, jó lesz, de az egyik légvédelmet tudja, hogy kilőttem. Szerintem leszette a medrikeket, mert ráindítottam két medriket légvédelemre, és nem volt kill belőle. Nekem van egy... Ja, akkor ez lehet nem a légvédelem volt, nekem se jó. De most egy felrobbant, úgyhogy egy légvédelem annyi. Az, amikor tudod, így látod, hogy feléd jön a rakéta, nem keresztbe előtted. Igen, az problémás. Pull up. Altitude. Viszont ezt tetszik a misszió, hogy közel van az akció, hogy meg lehet halni néha. Ezeket már megkülöttük amúgy? Na most jön nekem a raksi. Ezt hogy érted? De még szerintem volt még egy csomó célpont. Kezdek kifogyni az infrából az a baj. Hát én rábasztam, haha. Trimmer ki. Tolóerő legyen. Tolóerő az van. Várják, kitrimmelem. Jó, még valamit kiszedtem ott, nem tudom, hogy légvédelem volt, mert nem tudom TGP nélkül azonosítani. De abból, hogy az S6-os mindig világít a besugárzás jelzőn, arra következtetek, hogy még él. De mindjárt felmegyek 15.000 felé, azt megbasszom az egészet 10-ével, CB-ből. Van felhő olyan 9000-en kb. Rifle. Ne felcsavarok magasra, azt megkúrom CBU-val.
A füstökből ítélve ezek elindultak, úgyhogy nem tudom megcsavarni őket CBU-val. S6-os továbbra is világít, úgyhogy a légvédelem él. Én keresem, meg egyet sülöttem el, de nem akarom tankokat szórni, meg kamionokat, meg nem tudom, hogy mi van, keresem. Figyelj, túl közel vagy. Azon nagyon közel vagy. Jövök visszafelé. Átküldtem most az SPI-t, hogy hol vannak a célok, de le fog szedni az S6-os, hogyha ott arra felé tekereksz. Lehet, hogy már kísérül. Amúgy igen, hogyha... Jó, jövök haza Maverickért. Én pont most szállok fel. Ebből az irányból straight in vagyok, úgyhogy majd szóljatok, hogy ki hogy áll. Most szállok fel, illetve hát még taxizok. Szerintem Balúz, ne szállj meg, kiszedjük már ingyen azt az S6-ost. Jó, de mivel? Hát Maverick-kel. De már nincs Maverick-em. De mit kiszedjük? Ja jó, oké. De nem baj, azért hozok még Maverick-et, mert mire kiszeritek, addig ott leszek. Spónolni fognak még elvileg mások is szerintem. Fog még kelleni a Maverick, meg igazából azért megyek leginkább hozzá, mert elfogyott az infrám. De utolsó Mavericket nem szabad elhelyezni. Igen, az ilyen a Szent Grál. Pályán vagyok, tudom neki szállok fel. Azért szép nagy füst van már ott, látom a infrán. De elgurultak onnan. Tehát láttam, hogy felfüstölt a konvoja, hogy eljöttünk, hogy elindultak. Vagy azt a port, vagy mit tudott, a sárga szart felverték. Négyes airborne. Akar most valaki felszállni a 8-as pályáról? Igen. Akkor körbe megyek. De megvárhatok amúgy. Ne, gyere csak. Megyek akkor a... Üzére, 8-asnak a jobb hosszú falán vagyok. Ugye. Ha valakit érdekel, most kipróbáltam, van egy az A10-án egy ilyen EOC ARM kapcsoló, a bal alt 4. De azt benyomtam, van már pac tényleg. És az mi? Hát, hogy nem húzza föl, amikor elnyújt a... Ha! Persze csak akkor, ha genüzemmódban használod. Egy kis célpont még a fűvön van, ha jól látom. Messziről küldjétek, mert mevriket kell őket a faszba, aztán... Majd elfogy a légvédelem is. Én látom az egyik AAA-t, mindjárt lőt, hát még nem vagyok lőtávon, mennyi, az még legalább egy perc majdnem. Egyik AAA-t ezt le fogom lőni, az a, amelyik a fügön van. Sziasztok, hogy itt vagy.
látjuk melyik jöjj rám. Jó, én közben mozdokon fordulom már is a harmadikat, negyediket szűk körből a nyolcasra. Vicces ez az A10-e, hogy 270-et megy full szereléssel. Az S6-os ki van ürülve, mert ott van valaki a konvoj fölött és nem lő rá. Akkor gépágyúzzátok végig a faszba az egészet. Én vagyok. Szóltam előtt. Mielőtt újra tölt. Miért nem indítanám be a hajtóművet, elindul, de egyszerűen nem indul el teljesen. Lögdösd meg egy kicsit a gázkart. A üzemanyagpumpák be vannak kapcsolva? Ja, hát ez ám vagyok, nincsen ilyen folyamat benne. Na, a gázkar volt eltolva. Warning, autopilot. Fűből jövő legközelebbi konvojra dobok itt CB-ből. Miért az S6-os? Te befogott? Nem, csak spike-ol. Warning, autopilot. Megvan az S6-os, most a adjál neki. És nincs S6-os. Triple A szól rád. Kíváncsi leszek a CBU mélyre valamit. S6-os tüzel. Nem. Az nem akkor. Ja, flare-t láttam. A fűvön lévő konvojjal kéne foglalkozni lassan. A fülön lévő konvojnál van egy füstelő, és utána van kettő közel egymáshoz. Ott van a AAA, a második két közel lévő füstnél. Pull up! Pull up! Altitude! Altitude! Jó, jövök vissza. Pull up! Pull up! Pályát használja akárki. Most én. Mindjárt szállok fel. Én a 27-es küszöbön kint állok. Hold
van ott még belőle egy. Ez csak better. Húzd fel, húzd fel. Köszi, telefonoztam. Jó, futok neki én is. Altitude, altitude. Itt egy helikopter alattam. Pont az út fölött, egy kicsit közelebb az outposthoz, mint a célok. Megpróbálok foglalkozni a helikopterrel, ha már látom. Hol van? Hol van? Segíts egy kicsit? Az outpost és az ellenfelek között az út fölött. Ez nem igaz, bazzag, elszólt az összes infrámat felszállás közben. Na mindegy. Fox 2! Splash! Szép, szép. Altitude, altitude. Pull up! Pull up! Altitude! Altitude! Komolyan még egy helikopter? Megy az áldások, várjál. Pont az a hüvön megy a legelső ellenséges kis tank a fölött. Menjünk el. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Ez az ellenséges tankot az hüvön mebrikja. És a heli merre ment? Melyik irányba? Az outpost felé. Fox 2. Splash. Szép volt, most már csak a heli maradtam úgy, vagy már semmi? Két helit én lelőttem. De a földön már senki nincs, nem? De mi volt valaki. Azért végig szkenneltem Maverickkel az egészet, és senkit nem találtam. Ott még egy húzatcsíkot lent a földön. Az előző, amit az előbb kilőttetek, azután van. Fordulok rá. Látom, látom. Amúgy látok még egy helikoptert, pont a fölött van. Nincs több izem, sidewinderem. Milyen helikopter? Szerintem mi 8-as. Azt nyugodtan magam 8-assal. Nem legyen. De vannak valami célok ott a vizecskénél is, nem? Üstöl valami. Megvan, honnan lőnek. Igen, látom én is. Rearming complete. Itt a helikopter még mindig bassza meg. Jövő.
De ez miből van egyébként ez a tank, ami jön? Ellenek előre megy. Nagyon sokat tűztem bele a bauba. Most kettő. És nem volt meg. Mi szólt a Fox 2? Még egy Fox 2. Splash! Vigyázz a füzetnyi talált alattod. Lövöm azt, ami lő rátok. Ja nem, valaki kilövi. Ja nem. Pull up! Pull up! Altitude! Altitude! Látom. De azt lehet kivágom a videóból, hogy hagysz nálam a gaut most. Jó. Kilőtted. Mégis. Nem, ott az még gurul, nem? Én Mavericken nézem már, és ég meg nem tudom megfogni, hogy szerintem kinyírtad. Az még meg. Jó, ki Maverickezem most már, ez nincs tovább tesz. Várj. Már rég. A lófasz rájfő rá. Gurul, csak a fűzéjét láttam. Porát. Most nézem baráti kéz, ne haragudj. Na csak szétszedtem most már. Vannak még célpontok? Azt lőtted ki, ezt a tankot? Aha, a legelsőt kilőttem, igen. Oh, hiába ment rá a Maverick. Az úton van még valami, nem? Hát nézzünk körbe. Hogyne, az úton kurva sok egység van még. Megjelent színes füsttel, játszunk ilyet. Na, az jó lesz. Úton? Folyóton balra, ugye? Így van. Füsttel megjelölve. Ezek most mit fognak kapni? Nekem nincs jobb hajtóművem, úgyhogy én neki repülök, bazd meg. Az a füst amúgy nem olyan nagyon erős színes füstöt, nem tudok lőni, csak ilyen fehéret. Rifle. Rifle. Óvatosan a gépágyúban, most fognak robbanni a Maverickek ott. Hawk Flight Charlie 6, nice shooting. Looks like you got them all. RTB and rearm. Then return to rear over our compound. While we locate the other units we spotted last night. Ennyi. Ezt hívják Successful Maverick Run-nak. Ez mennyi volt? Négy? Négy, aha. Ez a tudod, amikor pöc tűz, azt szopogassátok. Még csak már pointolni sem kellett, olyan szépen jöttek egymás mögött. 20 percünk van erre, úgyhogy nyomjuk. Full gáz haza. Én megoldottam katapulttal. Az mi itt sem a fél boldali hajtó, minden. Meg autókittet kaptam. Lelőttél valaki sajátot?
Hát... egyet igen. Akkor rárepültem, lőttem a gépágyóba és belerepült. Nem, AGM 65D. Maverick-en hogy lőttem le? Ott van a ezért csetben. AGM-el én egyszer lőttem AGM-el, aztán lezuhantam. Keresztbe repült volna Maverick útjába vagy? Nem. Mert akkor jöttek ki a team kill-t, amikor már... és amikor megsértettem valakit, hogy... amikor már újra felszálltam. Én ezért nem értem. Az jó lesz, hogyha Emre McNally most már az AGM 65 is ilyen lesz, hogy rááll a saját célra. A DC-ből simán kinézem. Egyébként ez a fehér smoke rakéta, az tényleg ennyit tud? Ez a célmegjelölés nem annyira jó. Nagyobbat füstölt, amikor mellé lőttek. Dani, hogy állva jössz? Ilyen kedvemben vagyok, hogy ezzel alig repültem valaha. Megverlak titeket a felszállással? Úgy kéne, mi? Persze, még nem kaptunk feladatot. 0-8 szerint szállunk, ugye? Vagy legyen ez a mindenki bal oldalra szálljon le, és tök mindegy. Jó. De amúgy csináltuk a... azért is, hogy akkor 8-as pálya irányon, és akkor még jobb. De látom, bízom. Jó, legyen 8-as pálya irányon. Most azt mondom. Oké. Mármint, hogy délről érkeztek? Hát a 80 fok felé repülj, amikor leszállsz, igen. Ja, hogy úgy, oké. Akkor jó, hogyha azon a kiterjesztett küszöbön szállsz le, ahol ugye meg van hosszabbítva a pálya. Csak pont még kerülgessük egyébként, amikor 20 percünk van, de jó. Mondjuk így biztonságos, meg tuti biztonságosan. Jó lesz az 20 perc alatt bőven. Én nem akarom elkiabálni, de eddig egészen tetszik ez a misszió. Elég fasza. Nem, meg bíztam benne, hogy nem lesz eltörve, amikor a srác beleírta, hogy 1-5-4-re újra csinálta. Ezek a helikopterek egyébként csak ágyúval lettek volna ránk veszélyesek? A Mi-8-asok régen UV blokkal is lövöldöztek, de az szerintem még a Lokon idejében volt, nem a DC. És szerintem most lófasz tett. Semmivel sem veszélyes a Mi-8-as. Nekem rémlik, hogy amikor egyedül kipróbáltam ezt a missziót a Wookie-val, akkor rám dött az egyik helikopter. Sőt, az dött le az egyik helikopter. Akkor viszont ezek nem Mi-8-asok szerintem, ha csak nem UV blokkkal lőttek, nem? Nem, 24-esek, igazad ez. Ja, a 24-es az... azével 12-7-essel elég geci. Mert pontosan lőnek. Hosszúról fordulok küszöbbe. Én is itt vagyok most a pályatraverzén a... hogy hívják on?
second inline látlak vonó. Csak négyen fogunk egyszer ráfordulni, ahogy nézem. Elvileg most akkor leszálltak, ugye? Aha. Jó, akkor nem szállok a feleset. Akkor fordulok a vonó után én is. Én a másik irányban fordulok, úgyhogy majd a bal oldalát fogom megcélozni a runway-nek, vagy hát egyszerre érnék oda valakivel. Oké. Okay. Jó, látlak. Látlak. Hát, hogy ne lássál rendben. Viszont? Távoli fölött. Közeli. Nem, látom a földön az adót. Amúgy tényleg nem csipogott be, amit tudom, hogy miért nem, de... Dehogy nincs. Ja, illetve, ja persze, orosz cica van, persze. Jó, igen. Én most vagyok a finalen. Én meg mindjárt érem a talajt. Bal oldalra mész akkor, ugye? Azt a kurva, milyen vitorlázó repülősen tettem le 110-zel kilebegtetve. Egyébként pont figyelt, hogy kurva jó volt. Pályaszabad. Jó, akkor mindenki 8-as felől jött. Altitude. Itt van másik, itt csak a 8-as van, nem? Hát, igen, le tudtunk volna szállni szemből is. Ja, látom, ennek is van egy száma, hogy visszafele jösszük, mert értem, miről vakersz. És mindig a szám az azt jelenti, hogy milyen irány. Igen, tehát ez úgy van, hogy ugye fel van osztva a kör 360 fokra, és amilyen irányba repülsz, annyi számú a pálya. Tehát a 27-es a 270-be, a 8-as meg a 80-be. És mindig ránézel a HSI-re, a középső nagy navigációs műszarra, azt látod, hogy merre van a runway, ahova menned kéne. Vagy akár a hádon is, ugye? Igen, vagy akár a hád fölött jobbra. Azt néztem, hogy A10-esen több gyors a hotri jár meg a Richvel, tehát 15-öshez képest, sec-sec alatt megvan. És hogy van, a motort le kell állítani hozzá, nem? Nem, nem semmi. Kabintetőt kinyitod, és utána újra kell loadolni a armamentet, és ennyi. Ja, az alt azt nem tudom. A C-t az biztosan kell. Az alt szerintem le kell, nem? Mert hogy az izés gép volt annak idején, FC3-as. Kipróbálom. Kurva jó kis díszleteket csináltak ide. Unable to comply.
állítok le. Igen, mert a FC3-as gépeknél van ez a hülyeség. Félreállok, ha itt a mögöttem jövő akar gurulni, és tankolok egyet. Nem, jövök én, most mögötted ajánlom. Félreállok. Akkor satuk. Én muszáj javítani a gépet. Dobok egy sárgát, hogy töltésre jövök egy perc. Nekem sem. Srácok, segítsek egy kicsit, kérlek a DSM-t, az hogy töltöm újra. Rearmoltam. Mondom, oda mész egy stat, megnyomod a statot. Hosszan, hosszan nyomva tartod. Feljön jobb oldalt egy ilyen, hogy load. Rákattintasz a loadra. De várj egy kicsit, a jó, várj a ball. Oda mész a bal MFCD-n, a statot hosszan nyomva tartod. Köszönöm, igen. Addig, amíg oldalt megjelenik ez a load. Aha. Rákattintasz a loadra. Igen. Rákattintasz oda, ahol a stat volt az előbb, vagy van még talán mindig. Aha. Most kirakta oda, hogy load. Igen. Megint rákattintasz ott lent a loadra. És loadol. És loadol. Köszönöm. Hát ja, igen, elég amúgy a DSMS, de az se baj, ha mindent, mert idő van. Köszi, köszi. Hold
Igen, tehát úgy, hogy Zoli mondja amúgy. Jó, hát én line-up voltam, aztán szóljatok, ha megyünk. Fel is szállunk akkor egyből? Te, töltött valamit? Feladat volt. Lehet trigger, hogy fel, mikor szárunk fel újra. Na senki nincs tőlünk a levegőben, nem? Egy kép elvileg van a levegőben. TAT szerint. Ja. De lehet, hogy az nem helyi vagy ilyenek. Ha, az első sor egy picit előrébb lehetne. Megyek. Miért van itt egy szép lőtt csinok? Vagy ez az ilyen, nem akarom tudni? Hm, jó kérdés. A UHF rádión fognak szólni hozzánk akármilyen témában. Csak meg kurvára untam már a ATC-t, azt elkapcsoltam a Frekit. Akkor jó sem az élek rajta. Valószínűleg ez Twitter-t message amúgy. Nem is annak tűnik, csak nem is arra, nem is ant. Hol mehet az első, ide értem? Mehetünk? Akkor fék 90, aztán mondjuk. Emelem. Oké, első gép pár elpon. Ugyanoda kell megint kirepülni? Kérdés, szerintem menjetek arra az outpost felé. Menjünk egy jobb kört. Várjuk. Nem kell, nem kell, mindenki gyorsan felszed. Oké. Okay. A utolsó poziból elég jól néztek ki, amit.
Itt olyan sok van. Amúgy az autóbusz egy nagyon picit jobbra van tőlünk, nem? Aha. Akkor vezér a sportjön meg egy kicsit. Csak gyönyörködtem vonókötelék repülésében, meg ezekben az elbaszott izé pár repülésekben. Ha kell, ha nem. Na, ötfélen level off. Apokalipszis most zenéjét kéne benyomni. Van valami lövöldözés az outpostnál. Igen. Lehet azért nem kaptunk feladatot? Hawk Flight Charlie 6, we're taking heavy fire here. I've got multiple casualties. We need air support. Target, rocket, artillery battery. Location, 60 degrees from compound Charlie. Distance, 30 clicks, over. Akkor 60 fokra azonnal és full gáz. Szemben vannak velünk, nem? Az lent az a becsapódások, nem? Vagy ti már látjátok a izét? Közel ott vannak a bázis környékén, onnan lőttek szülessel. Azt írték, hogy 6-30 mérföldre jönnek a bázistól. 60 fokra. Én látok valamit. Ja nem. Megvannak. Model enlargement. Nem tudom, 11 órára vannak tőlünk. Messze. Mint a konvoj, ahogy jött olyan messze körülbelül. Elő van egy tó, az ahhoz képest. Nem, az egy fogcsoport, bassza meg. Milyen annak egy irányt, hogyha vársz egy picit? Még kicsit lassítok, mielőtt belerongyolunk itt. A leghátsó poziból az irányok 0-6-5. Távolságok ilyen 17-18 mérföld, látom őket a tévén. Figyelj, F-16-os gridet mondani? Gridet nem tudok mondani, szerintem. Én abban az irányba megyek, de nem látok semmit, ugye oda nem látok nélkül. 16 mérföldre van a leghátsó pozitól, iránya 0-6-8. És nem tudsz küldeni ezért? H-ban ülök sajnos. Egyébként tudnék. Na jó az irányunk, ahogy nézem amúgy. Látom. Jó, én nem látok semmit, hogy kifordulok mielőtt megbukam. Vagy nem tudom mi az. Nem az, nem az. Én is kifordulok. Jó, én mindjárt majd rövök rá egy Mavericket 5 mérföld múlva, és akkor legalább egy füst lesz, amit láthattok. Sokkal előttünk van, még húzom a fordulót, hogy berongyolom? 12 és fél mérföld. Tőled, ugye? Igen. Akkor... Ezt mielőtt megdurrantana. Kurva sok célpontnak tűnik amúgy. Figyelem a tévén, amennyire tudom, hogy lő-e. Kifordultam, úgyhogy engem nem veszélyeztet, mindjárt fordulok rá vissza. Én ellövök egy Mavericket, hát ha látni fogod. 8,5 mérföld mindjárt. Rifle, mindjárt lesz egy füst. Na,
Na hol kell fölmenni? Rajta még egy én is kifordulok. Ha innen igaz, lesz ott két füst nem sokára. Valaki még nagyon arra fele repül, az vigyázzon meg, ki tudja mivel vannak. Amúgy ott azt a fás város, hogy mi a faszom? Aha, azt kell nézni, jó, oké. Most belelőttem, most látszanak, nem? Igen. Szerintem kilőttem én is. Ah, igen, igen, az jó volt. Az előbb próbáltam arra vinni Mavericket, de semmit nem fogott be. Nem látok se füstöt, se semmi. Pedig most elég jó füstölnek. A grid shotra MP26 amúgy. Aha, mennyien vannak. Hó, basszus. Ott valakire nagyon lőnek. Látom. Húzok innen. Van sírkájuk. Az szép, aj, de gyönyörű volt. Telibe. És nem tudja hány célt lőttél ki egy bombával. Duplát dobtál? Gyönyörű volt. Néztem hátra, az úgy felgyulladt a félföld. Altitude. Nekem is sikerült elébe kapni. Adtam én is nekik. Izével, vaktából friss közepébe besoroztam izével, ágyúval. Itt csak puhák vannak, ugye? Altitude. Akkor intézem a Maverick Runt. Az lehet még mondjuk BMP is, meg BTR is, nem? Nem tudom. Szerintem a sima BTR 80, az a sima zöld. Azért. Ott megint állabál. Srácok, utána el kell mennem, most így elköszönök. Sajnálom, de élveztem nagyon. Lehet, hogy még ilyeneket nyomni. Bármikor.
Köszönöm, csináltok. Van hozzá kezdetek, nem minden, aztán ez jó. Rifle. Kilőttétek mindenképp erre utót, amire ráütöttem a mobrikeket megint. Halt flight Charlie 6, rockets have stopped. Good work taking out those launchers. We have a medevac chopper on the way to take the wounded back to Mazdok and to bring a squad in to relieve us. You can head back to Mazdok as well. Thanks for the help today. Charlie 6 out. Akkor menjünk vissza. Na, sziasztok, jó éjszakát! Hello! És akkor ez ilyen ennyi volt szagú dolog most? Nem ez volt a második? Vége a küldinek. És pedig? Azt... Mindenhol láttam utoljára. Oké, akkor nyomás. Benne lennék.
szerintem videót láttam már, amikor bejönnek a helikopterek, azt kiszabadítják, az kurva. Megnézhetjük. Északi hosszú falon vagyok. Nagyon szerint állok le. Hallottok? Aha. Már megőrült a TeamSpeak-e. Szóval Vuki, kér segítséget, aki kell a navigációt, ha ne kéne szállítassam. Menni fog. Király. Én kérek a felnézést. Illetve lehet, hogy megvárom, hogy mindenki leszáll, és utolsónak szállok le, azt hiszem. Közelénél vagyok. Köszönöm. Beton. Én is most fogom letenni. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Most fordulom én is a harmadik, negyediket egybe. Speed break, speed break.
kurva, hogy egy fentről lehet látni a leszálló fényszúrókat, ahogy mennek körbe. Kettő volt a max. Hat és fél. Távoli fölött. Én is leszállok, nem valahogy. Közeli. Életemre nem hoztam vissza ennyi fegyvert A10-essel. Adófizetők pénzével nem hazardírozunk. Buki, inkább a fegyvereket dobáld le, sokkal könnyebb lesz. Úgy. Jó, azt hagyjad, az következő próbálkozás, csukd be a fékszárnyat. Fékszárnyai kín vannak, nem tud sokat gyorsulni. Hiába nyomom, bazd meg. Nyom egy B-t. Kösz. Akkor most is olyan wifi-jel, azt menjünk még fel, ugye? Zsír. Rearming complete. Éppen leszállást koordinálok. De jónak néz ki most, amit. Hívelő fissák. Az ne a fékszárja. Lepszett. Nem a fékszárja, hanem az ívelőt.
kicsit jobbra. Gyönyörű. Szép javítás végén. Erről van szó. Bélem vagy csukva a fékszáját, hogy nem 100 fős. Runway végén tudsz lemenni, úgyhogy nyugodtig nyugodtan guruljál. Ott is vagy... le tud lenni. A fűvön is le tud? Ne menj a végére, balra, balra fordulj. Magasba fordulj balra. Meg. Messze van a vége. Menj, mindegy, most van. Bocs, ki spectatorba vissza a slotba, azt indítás. Ha időt akarsz spórolni. Flight, this is High Roller 6. Charlie 6 just reports spotting an additional ground vehicle group 20 kilometers north of Compound Charlie. If those are more rocket launchers, they can fire on Mostak from that position. Get over there ASAP and identify those vehicles. If they are hostile, you are cleared to take them out. Do it quickly to prevent them from firing on Mostak. MP96 az tökéletesen északra van az autóposzttal. Good luck. De Vukita meg szerintem tényleg back to spec, vissza a slotba, indíts és akkor össze. Jajaj, nagyon zsír. Úgy ennyi naftával meg cuccal nem tudok az intersectiontől felszállni biztonságot, hogy megyek a pálya végére. Felátom, van itt még valaki. Nulla öt nulla lesz MP96-ban az irány amúgy felszálltunk. Há, egy motor is elég, hogy guruljon, ha. Akinek küldtem. Küldtem targetet valakinek. De elvileg ott lesz valahol. Van a liba sorba. Hát küldöd, mert vagy ilyen kurva messze van.
A hármas. Valaki felrobban. Vagy valami. Gyerekek, mintha valami nem jó, az meg roppangatnak a levegőben dolgok. Ja. Rájuk. Lövik a Rambay-t. Vagy nem a Rambay-t, hanem az Airfield-et. Gyerekek, kurva gyorsan szálljunk fel itt. Indulás, indulás, nincs várakozás. Azt a büdös. Hát, ez vicces ez a misszió. Nekem tetszik. Nincsen buzizás, menni kell. Take off power. Nem tudom, ki csinálta ezt a mission, de meghívom egy sörre. És még csinálja, kettő kész a harmadikra, meg már tesztelőket keres. Kíváncsi leszek, hogy folytatódik a sztori, hogy a target pod megérkezik-e. Annak már el sem olvastam még a briefingjét direkt. Látom. De kicsit nem vagyok maradva. Szóval Zoli, átlövöd a üzét. Pedig benne vagyok, 8-as vagy a Group, vagy a One ID 3-mal, Group ID 8. Megvannak irányuk, hát így 0-5-0-nál egy picit kevesebb, attól balra egy. Jó, hát nekem csak tévén van, ilyen tisze úri huncutságok nincsenek. De azt te voltál, jó, bocs. Nagyon 0-5, oké. Okay. Hármast nem látom. A... Baszkina. Pedig én látlak titeket. Azt mondja, hogy átállít. Átírtam 6-osra. Most meg vagy. Akkor valaki. Küldje meg. Megvan. Egyébként felszállás után irányok 0-5-0. De elküldött céltól picit balra lesznek valahol. Na várjál, mert amit most átküldtél, az a pillanatnyi pozíciódnak tűnik, mert ott villog nekem a térképen, ahol most vagy. Bevállalok egy indítást ezt a 6-ostól. Úgy gyerekek, ez már közel van. Itt is van egy jó adag minden. Hát tudnék indítani. Akkor én kifordulok, mert se cél, se továbbra se. Fordulok le. Én itt lőttem egy rifle-t. Szerintem az légvédelem volt, kíváncsiak eltűnik az S6, nagy hős lenni. Szóval becsapódik. Ma kifordultam, nem látom. Köszönöm a hádon. Alban nincs sajnos. Ja. Srácok, majd ha valaki ráér, akkor dobjon már nekem egy célkoordinátát, mert továbbra is a két saját pozi villog.
Aha, most ez jó lesz. Megyek rá. Valami füstöl, de az S6 nem tűnt el. Kurva óvatosan vele. Amúgy a SL6-os az alacsony magasságon, tehát ilyen 10 méteren nem tud eltalálni. Legalábbis pár ideje még így volt. Rifle. Szájkoordinátán semmit nem látok. Yes. Szerintem én. Volt jelentve a rifle. Silka szép. Meg egy tunguska. Még szem. Az eset az a Tunguszka lesz, ugye nem az S-szállhat. Ja. Jó, akkor azért érint még. Megszűnt. Ja, nincs. Megyek bombázni. Gyanús is volt. Én sem. Fájtok. Jó, én is látom. Megszórom izével. Én is. Én most dobtam el. Miért valami még, úgyhogy lesz itt valami. Ó, bazd meg. Miért a silka? Nagyon miért a silk. Az szép, hogy jövök ki végre. Mi? Ezt talál. Na, nekem megjött a ki. Cseten kiírja. Szabad nyom. Új gyerekek, mi van itt, baszki? Jó van, mert mit csinálsz? Na, megyek a silkával szembe. Nekem három? Ennyi. Később ért oda, mint az Olié. Én meg még most szórtam csak rá. De lesz ott még gyerekek, lesz ott még én. Még lőnek. De a másik két CB-t is ráadom meg. Hogflight. This is Mazdok Tower. Mission accomplished. Return to base. Nem kibombáztátok előlem megint? Ez inkább négy főre voltam úgy méretező szerintem. Igen. Hát átverekedtem magam jobbra-balra eselgetve a silkának a izéi között, hogy hozzájuk basszassam a CB-t, azt mire leértek a bombáim, addigra mindenki meghalt. Hát a Heavy Weaponry jött meg, a sztori szerint ugye. Ugye, yeah, igazából ott van az első, hogy az életben, és az életben nem raknának ennyire közel egymáshoz cuccokat. Úgyhogy A10-esek lehetnek a környezetben. Mi történt? Van egy K50-es. Igen? Igen, Redai K50 most írta. Az jó.
leszett egy kar 50. És mégis hol? Itt van valahol. Látom. Én... Akkor azt még le kéne szedni, igen. Én megyek rá, csak nem látom. Azt mondod, hogy aki lőtt cuccak fölött van? Nem. Bang. Két. Az a K50 volt, ugye? Igen. Yeah. Ott az ejtővernyés. Tetszett. Látok szerintem az talán még egy helikopter. Lehet, könnyen lehet. Ja nem, az egy, az valamelyikünk, mert Tadon is ott van. De most van célhangom, pedig... hát ez érdekes.